Biztos vagyok benne, hogy szuper anya vagy szuper apa vagy, még akkor is, ha kételkedsz benne. És ezt honnan tudjuk? Mert minden nap helytállsz, mint anya vagy mint apa, rengeteg dologban. Andrea, aki ezt felismerte. És Hunor, aki ezt most elmondja. Így van. Tehát? Készítettünk egy blogsorozatot, aminek a címe, hogy használati utasítás gyerekeknek, és ennek most a harmadik része jelenik meg, ami az 1-2 éves gyerekek szellem és testi fejlődési lépéseit öleli fel, hogy segítsünk abba, hogy helyt tudja leállni, mint szülő. Tehát erről fog szólni a mai adás. Igen, az 1-2 évesek fejlődéséről. Így van. Anya, hogy majd készült egy blogbejegyzés, azt majd a videó végén be fogom linkelni. Igen, és még egy fontos dolog van, hogy ugyanez használati utasítás a gyerekekhez, de ez kifejezetten a fejlődésükre, mind a fizikai, mind a szellemi fejlődésükre vonatkozik. Nincs két egyforma gyerek, nagyon kreatívnak kell lenned, viszont abban segít, hogy tudd, hogy hol tart a fejlődésben, mi az, amit esetleg támogatni kell, mi az, ami a következő lépés lesz, és ezt te hogyan tudod támogatni. Tehát, hogy gyakorlatilag ebbe a szellemi és fizikai fejlődésbe fog segíteni. Akkor ezt mutassuk be példákon keresztül. Jó. Tehát gyakorlatilag egy egyéves gyereknek, a még mindig a nagymotoros mozgás fejlődésén van a hangsúly. Mi a nagymotoros mozgás? Amikor a törzsével, a kezével, a lábával nagy mozgásokat csinál. És gyakorlatilag ez mivel lehet fejleszteni? Ha már stabilan jár, akkor jöhetnek a tologatos, húzogatos játékok, de ha még nem jár, ami előfordulhat egy egyévesnél, akkor pedig a négykézláb tolható játékok azok, amik segítik ezeket a nagymotoros mozgásokat. Amit tudjál, hogy az, hogy most egyéves korok körül a gyerekek járnak, ez egy ilyen alap dolog, de ez persze úgy néz ki, hogy valaki már 10 hónaposan elkezd járni, valaki meg csak 15 hónaposan, vagy kicsit később kezd el járni. Ez teljesen normális, mert egyformán fejlődünk. A gyerekek fejlődésének a területe is el van csúszva, valakinek a nagymotoros mozgásban lehet, hogy kicsit lassabb, még a beszédben gyorsabb. Oké. És ez egy különleges kutya, mert hogy eleve, ha mozog, akkor ilyen hangot ad ki, és látod, így bólogat, de nem az a különlegessége, hanem hogy? Hogy ez egyben egy húzogatós játék is, tehát van hozzá egy kis húzós rész, plusz lehet belőle tologatós játékot. Amíg elmondod, addig ezt megcsinálod, ezt ki kell tekerni. Igen, és akkor a nagymotoros mozgások fejlődése, ami fontos ilyen része ebben, hogy tényleg ne izgulj azon, hogyha az egyévesed még nem jár, teljesen rendben van, hogy csak áll és mászik, és az is teljesen rendben van, hogy már stabilan jár, még visszaereszkedik négy kézláb, és ha valamit nagyon gyorsan akar elérni, akkor négy kézláb megy oda, érte, mert még gyorsabban megy, ugyanis 2 éves korukig nem tudnak se futni, se ugrani a gyerekek. Látod, ezt most egy pillanat alatt átalakítottam. És ami nagyon fontos, hogy a mozgásfejlődéshez különben nem kell nagyon sok eszköz, vagy speciális szakember, ha nincs valami elmaradás természetesen, de alapvetően csak nagyon sokat kell engedni tényleg mászni, mászókázni, lépcsőzni, sétálni, mindenféle mozgás, vigyet sokat, játszótérre sétáljatok sokat. Oké, látod, ez ennyi, egy pillanat alatt. És van egy harmadik verzió, tehát először volt egy ilyen kézzel tolós. Igen, 4 kézláb lehet tolni, rá lehet támaszkodni az egyik kézzel. Igen, van ez a tolós, az a botta, és van egy harmadik verzió is, amikor... Amikor meg egy zsinóra, gyakorlatilag húzós játékot lehet belőle csinálni, és húzza maga után. Nem ugyanazt tolni valamit, meg húzni maga után valamit, más hogy mozog a gyermek is, meg másképp kell egyensúlyozni neki, mert a járásnak igazából ez a lényeg, hogy megtanulunk az egyik lábra, a másik lábra test súlyt áthelyezni. Na hát, ha a nagymotoros mozgások megvoltak, akkor a finommotoros mozgás is természetesen a gyerekeknek ilyenkor tovább fejlődik. Ezt is nagyon sok eszközzel lehet segíteni. Ilyenek például, amíg a Huna itt szerel, különböző rakosgatós játékok, nem is véletlen, hogy ebbe a korba gyerekek rengeteget pakolásznak és rakosgatnak. Egyik helyre a másikra kipakolnak a fiókba, bepakolnak, átpakolnak, és raknak ide-oda. Oké, tehát ez a kutya, ez 3 az egyben, ugye? Igen. Ilyen madzagon húzon, kézzel tolós, meg a bottal tolós. Rendben. Következő játék? Ami már a finom mozgást segíti, az a forma illesztős játékok, nagyon hasznos, egyrészt különben nem csak a finom mozgást, hanem a vizuális észlelést, tehát a látást is fejleszti. Föl kell ismerni a formát, és meg kell találni azt, hogy mibe való az a forma, az amúgy ez egy építőkocka készlet, tehát építeni is lehet vele. Nagyon jól kombinálható majd később más építőkockákkal, de ilyen gyakorlatilag formapárosításra, formaillesztésre is tökéletesen alkalmas. Tehát ez is egy ilyen rakosgatós, pakolós dolog. Ne okozzon problémát, hogyha az egyévesed még rombol, és nem épít.
hagyja, hogy te megépítsed, ő meg lerombolja, teljesen normális. Ami szintén a finom motorikát fejleszti, ez és nagyon, nagyon hasznos dolog, az főleg másfél éves korba lehet kezdeni, a szeletelhető gyümölcsök és a csavarozós játékok. Ezt mindenképp ajánlom, hogy legyen otthon szeletelhető gyümölcsötök és csavarozós játékotok. És azt tud, hogy minden ilyen játék nagyon sokáig használható, mert nem csak egy dolgot fejleszt, mondjuk a finom motorikát, hanem színt is lehet vele párosítani, mert meg kell találni, melyik színű csavar illik melyik állathoz, aztán persze majd lehet, hogy viccelődni fog, és direkt osztat fog becsavarni. Fejleszti a finom motorikát, meg lehet nevezni az állatokat, hogyha már mondsz szavakat, nagyon fontos, mikor játszotok, te nevezd meg, hogy teknős béka, csiga, merevvel fejleszted a szókincsét, még akkor is, ha ő nem beszél. És ezt bele kell csak simán tekerni. Igen, ez is a finom motorika, Hunornak már nagyon jól megy ez a volt dolog. Én ebben profi vagyok. Amit még el szeretnék mondani, nagyon fontos, és ezt igazán vett figyelembe, hogy ilyenkor 2 éves korukra a gyerekek nagyon önközpontúak lesznek, még nem szeretnek megosztani dolgokat másokkal, még ez nem jött el ennek az ideje. Általában egymás mellett játszanak a gyerekek, és nagyon ragaszkodnak a dolgaikhoz. Ezért, hogyha játszótéren egy másik kisgyerek el szeretné venni a lapátját, és ő ezen felháborodik, ez egy teljesen normális dolog. Gondolj csak bele, te se szeretnéd, hogyha apukád a Porsche-t kölcsön adná a szomszéd fiúnak, vagy anyukád éppen a gyémánygyűrűt adná kölcsön a szomszéd lánynak. Miért pont a gyémánygyűrűt? Hát mindegy, piros, magas sarkú is lehet, vagy táska. Odaadná a szomszédnak, te se szeretnéd, ő vele is így van. Ezt többféle módon lehet kezelni, ezt már a blogból ki is derül, ott írok néhány példát, hogy hogy tudod kezelni, hogy megtanítsd arra, hogy igenis jó dolog megosztani a dolgokat másokkal, de ugyanakkor tiszteletbe tartod, hogy ő még nem akarja. Ugye erről órákig tudna beszélni, de azért pörögnek, jó? Jó. Következő? A következő az én nagyon kedvenc rakosgatós játékom, igen. Nagyon szeretem, nagyon összetett, nagyon komplex, nagyon sokféleképpen fejleszt. Nagyon sok mindent, és imádják a gyerekek, és nagyon sok rakosgatási lehetőség van benne, tehát ez a korosztályt nagyon hosszú ideig le tudja kötni. Uh-huh. Az, hogyha nem rakja így össze, ahogy most eredetileg volt, teljesen oké, úgy pakolja, ahogy ő szeretné. Tehát hagyd szabadon játszani vele először, aztán majd idővel rá fog jönni, rá fog érezni, föl fog ismerni a formák közötti különbségeket, méreteket. És amint látod, hogyha építész a férjed, eredeti szakmája, akkor nagyon jól el fog vele játszani ő is. Uh-huh. Például, amíg vacsorát készítesz, addig apuka nyugodtan játszhat a gyermekkel. Ezt nézd. Építőset. Uh-huh. És ezt így még ráhúzom így. Tessék. Nagyon szuper, ebből gratulálok. Te tudtál volna ilyet csinálni? Nem. Nagyon jó. Nem véletlenül, te vagy az építész, nem én. Na, következő. A következő az pedig, amit én még nagyon fontosnak tartok ebben a korban, hogy most már elő lehet szedni az építőkockát, az építős játékokat. Ugye mondtam, hogy még nem építenek, hanem elsősorban rombolnak, de pakolják őket, rakosgatják őket, tanulják, ismerik, megismerkednek ezekkel a dolgokkal. Tehát én ezt is nagyon fontosnak tartom. Ebből 2 hoztunk. Igen, mutatom. Az egyik a szivárvány. Igen, a Grimm szivárvány. Elképesztően sokféle módon játszanak vele a gyerekek. Valószínűleg nem úgy fog az 1 éves, másfél évesed vagy 2 évesed játszani vele, mint ahogy a Hunor itt bemutatja, de nagyon sokféle módon felhasználják, nagyon sok mindent építenek belőle, lehet majd garázst csinálni, babaházat, lehet csak össze-vissza rakosgatni, alagutat a kis autóknak, kis oduta a kis állatfiguráknak. Vagy egy csónaknak ebbe az evezőjét. Igen, vagy csónak evezője, vagy motorcsónakja is, tehát hogy tényleg sok minden. Azért, hogy különböző formákkal, különböző anyagokkal ismerkedik, tanulja őket, hogy hogy működnek, és ez egy nagyon fontos dolog a fejlődésben. De ha már egy ilyet kirak, akkor azt mondom, hogy penge. Igen, akkor már rendben van. Minden oké, ha egy ilyet kirak. Na, és akkor van egy utolsó játék, amit hoztunk. A szintén Grimms, mutatom, jó? Csak ez nagyobb. Igen, itt pedig ez építőkocka, itt is megint az, azt neki pár kockát, ők vagy odaadod az egészet, rakosgassa ki, adsz egy másik tálat, át tudja pakolni. Ha már nagyobb, másfél éves, akkor elkezdhetitek a színeket csoportosítani, tehát te kiraksz egy kockát, és a hasonló színeket pakolásza mellé annak a kockának. Nagyon fogja élvezni, és közben tanulja a színeket. Akkor meg is nevezheted a színeket, hogy ez a sárga, a zöld. Azt javaslom, hogy másfél évesen bár nagy, látja a színárnyalatokat, tehát tökéletesen lát, ezzel nincs probléma.
A szavakat még inkább akkor egy zöldet válasz ki, és akkor az legyen, hogy zöld, és nem menjünk még bele, hogy világos zöld, sötét zöld, csak a szókincs miatt, hogy a kulcs szavak ragadjanak meg neki, sokkal könnyebb lesz. Tehát válasz ki színeket, és azt csoportosítsátok. És akkor, ha már szókincsről van szó, akkor a beszéd is itt indul meg, 1 és 2 éves kor között. Ez is változhat, tehát valakinek előbb, valakinek később, nem kell izgulni, ha 2 évesen nem beszél a gyereked. Meg kell nézni, hogy mi miatt nem beszél, lehet, hogy semmi probléma nincs, és alapvetően fog beszélni egy pár héten belül. Az is lehet, hogy valamit meg kell vizsgálni, de nem kell feltétlenül rosszra gondolni. Ha értem, mit mondasz, akkor már jó úton haladtok. Na, ez volt a mai élőnek a témája, tudod, 1 és 2 éves közötti gyerekeknek a fejlődése. Igen. És milyen szakaszokra hozható. Igen, ez különben nagyon részletesen egy blogbejegyzésben akkor megjelent, itt a Hunor be fogja linkelni ide a videó után, és örülünk, hogy itt voltál. Ciao. Hello.